Az Európai Sporthét az Európai Bizottság kezdeményezése, amellyel az egész kontinensen népszerűsíteni kívánják a sportot és a testmozgást. Ezen a pénteki napon az egészséges életmód népszerűsítése jegyében vidám hangulatú sportolásra várták a szervezők, a résztvevőket. A több száz fiatalt és felnőttet köszöntötte a Kulturális Oktatási és Népjóléti Bizottság elnöke Kónya Ágnes is. Fehérváros önkormányzata nagyon nagy tisztelettel adódik az élsportolóinak, illetve nagyon sok anyagi támogatást is adjuk gondolom a felkészülésükhöz, de emellett nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy a tömegsport is működjön a városunkban. Ezt a célt szolgálja ez a rendezvény és a nyitott tornaterem programok is. A sportnapon most is részt vett Majorosi Lázár Anita és Hegedűs László. Természetesen a mozgás fontosságát és örömét hirdették ők is. Nyilvánvaló a sport mindenki közös örömet, úgyhogy lehet is bátran próbálják, aki minden pályát, vegyek meg részt. A sportnapon több száz futó és gyalogló gyermek és felnőtt rajtolt el. Profi sportolók felvezetésével tették meg a távokat a résztvevők, de azokat is várták, akik inkább egy városismereti túrán szerettek volna részt venni. Egy különleges városismereti túra lesz. A mai napon a közintézményeket és a közszolgáltatókat kell felkeresni, ebből szerencsétlenül elég sok van, és ott egy különleges kérdésre, olyan kérdésre kell válaszolni, amihez be kell menni az intézménybe, és ott megkeresni azt, aki tudja rá a választ. Szűcs Péter ugyan már nem Cegléd, de élete első 10 évét itt töltötte, ezért is érkezik vissza évről évre szívesen erre a rendezvényre. A programokra persze a legkisebbeket is várták, több száz óvodás teljesítette a nekik összeállított játékos sportos feladatokat. 482-en jelezték, hogy érkeznek. Nagy örömünkre növelődött a létszám tavaly óta. Lelkesen jönnek, az akadálypályáink 6 kis pályából áll. Van benne kosár, különböző sportágakat népszerűsítjük ezzel. Kosárpalánkon kosárra dobás van, kerékpározás, labdarúgás, kézilabda. És persze séta és párta akadálypálya is várta őket. A gyerekek egyébként mindig nagyon várják ezt az eseményt, izgatottan készülnek a nekik összeállított feladatokra, a közös mozgásra. A sportnapot az önkormányzat mellett a PEMESZ által nyert pályázati források, a Ceglédi Tankerületi Központ és a Ceglédi Szakképzési Centrum is támogatta.